Hát, ebből hagyomány lesz. Most már hagyomány lesz. Először bekukizunk, hogy minden rendben van. Szóval igen, tehát hogyha rosszul viselkedik, rosszul viselkedik. De egyébként jó mindig, jó reggelt mindenkinek egyébként, srácok. Jó mindig, mert napindító. Tehát hogyha nem tudod, mit mondj, tudod, mint egy streamer, mikor elindul a stream, akkor legalább tudod. Na, reggel van, 2 percig anyázok az X-Splitet, mert nem OBS. És fordítva, és akkor utána minden jó lesz. Úgyhogy ez így van jól, ez így van jól. Reménykedjünk benne, hogy a rendszer továbbra is jó, és most a vége lesz jó. Ja, igen. Ez így szokott lenni. Hát, ha. Úgyhogy na, Jenny, kösz szépen a 15 hónap tier 2-t, haver. Support is real. Na, mi újság, srácok, jó reggelt! Jó reggelt! Mindenkinek! Ez a kávés intro honnan van? Boatból, és ez nem vicc. Komolyan. Úgyhogy ez van. Azt sem tudom, hogy mi honnan vagyunk. Hát ez az elég egyértelmű, de igen. Igazából. Te tudod, honnan van a zene, honnan van a háttér, a keret, honnan van a szemüveged, Jani? Igen, mit csinálsz a hajaddal? Ez fontos kérdés. Mit csinálsz a hajaddal? Mitől ilyen a füled? Mit csinálsz a szakálladdal? És a többi, és a többi. Ez egy ilyen, minden csak illúzió. Hát az a lényeg. Igen. Egyébként ez jobb, hogyha átéritek úgy igazából, mert igazából minden csak illúzió. Erről beszéltünk már több ízben a showban, vagy showban, műsorban. Nem, nem hívhatjuk show-nak. Nem. Nem hívhatjuk show-nak. Tudod, hogy így van. Ja, mert igen. Ez most már egy teljesen külön kategória. Ez most már a happy hour. Ez a happy hour, ami egy reggeli műsor. És semmiféleképpen nem show, hiszen a show az egy egészen más kategória. Yes. Hogy a net problémák fixálódtak-e? Igen, köszönjük szépen a kérdést. Igen. És igen. Most elmegy. Igen. Igen. Seraphis az egy kategória az, hogy talk show, de ez semmiképpen sem nevezhető show-nak. A show az egy teljesen más kategória most már itthon, és mi nem vagyunk ennek részei. Jaden Arkon, köszönjük szépen a 10 hónapot. Legyen a mai műsor címe a változás. Beszéljünk erről, nagyon sokat beszéltünk tavaly erről. Na. Legyen ez a mai rész. Témája az, hogy hogyan változik minden, amit mi csinálunk. Mert változik. És nagyon érdekes, ahogyan az emberek, akik megszokták azt, hogy mondjuk, mit tudom én, hogyan működik a YouTube, mi van a YouTube-on, akik megszokták, hogy hogyan működik a Twitch, mi van a Twitch-en, mi szokott lenni, mik a műsorok, kik a nagy streamerek, most nem Magyarországról, hanem globálba beszélek. Egy változáson megyünk át, amit, hát igazából azt kell mondjam, hogy az fog túlélni, aki a jó döntéseket hozza meg. Uh-huh. Aki a rossz döntéseket hozza meg, az nem azt mondom, hogy el fog tűnni a platformokról, csak egy egészen más dolog részese lesz, ami nem biztos, hogy egy pozitív élmény. Igazából, hogyha végignéztek mindenen, egy kicsit ilyen mesterkélt lett sok minden. Az e-sport nagyon sok témában átvette úgymond a domináns szerepet és az ahhoz kapcsolódó dolgok, és egy lemorzsolódás történik. Tehát, hogyha csak azt nézitek meg, aki például nagyon-nagyon régóta van Twitch-en, nagyon domináns lett az e-sport jelenlét, az előre szerkesztett dolgok, a közvetítések, az e-sport témakörű streamek. Tehát látjátok ezt is például, hogy kíváncsi lennék, hogy például hogyan dolgozták fel tulajdonképpen azok a streamerek Twitch-en, akik megszokták pozíciójuknál fogva, hogy ők a nagy Twitch streamerek, gondolok itt egy Lyricre, egy Soda Popinra, akár egy Summitra, és a többi, hogy ők hogyan fogták fel azt, hogy például azok az emberek, mint például Shroud, és a többi megjöttek, vagy például Faker, és a többi, megjöttek, és azzal, hogy ők ugye gyakorlatilag esport szinten űzik azt, amit űznek, nézettebbek, kapósabbak lettek, egyre vonzóbb egyébként maga az egész esport témakör Twitch-en. YouTube-on is nagyon sokat látjuk azt, hogy mennyire változik, elfordul ez a dolog. És azt látjuk, hogy az egyéni szórakoztató tartalmak kezdenek egy picit háttérbe szorulni, összességében, itt most nem a community-n belül gondolok, nem rátok, és csak azt látjuk, hogy kezd egy kicsit háttérbe szorulni a platformoknál ez a személyes csatorna, és egyre inkább kezdenek ugye műsorszerű dolgokat előnyben részesíteni, illetve azokat a dolgokat, amik ezt támogatják. És Kassida, pontosan így van, a televízió, mint olyan,
És ugye a broadcasting szolgáltatások, vagy streaming szolgáltatások, mint Netflix, Hulu, Amazon TV, stb. Ott is ugyanez a revolution folyik. És így nem tudom, mint egy csatorna, mindenkinek meg kell hoznia a döntéseit, hogy mi mellett áll ki. Hogy az marad-e, aki vagy az marad-e, vagy egy olyan lesz, aki azt tolja, amit kell toljon. Uh-huh. Ez egy kicsit most ilyen üres talknak tűnik, de amúgy higgyétek el, nem az. Tehát jelenleg, ami történik nagyon sok esetben, az mindennek az utórezgése, csak sokan nem látják bele, amit kell. Tehát én azt látom, ahogy akik például tűzzel vassal voltak a Twitch ellen, például itthon Magyarországon, és most kezdenek ugye ébredezni, és próbálnak Twitchen ugye létrehozni valamit, uh-huh. hiszen látják, hogy ez jó, ez a népszerű, ez ennek az utórezgése. Csak a változás egy egészen más tőről jön. Jó, értem. Csak ők csak azt látják, ami az utolsó hullám. Emberek streamelnek a Twitchen, ami jó. De ez egy utórezgése csak annak a tőnek, amiről fakad ez az egész. Uh-huh. Hiszen a Twitch alapvetően 1000 éve létezik. Oké, hogy előtte Justin volt, de igazából ezek a nagyon nagy szabású streamek tették még nagyobbá és még ismerté ezt az egész persze. dolgot. És ugye... Amúgy tényleg főleg az esport közvetítés. Így van, az esport közvetítések egyetlen. Által, stb. És ez egy olyan dolog egyébként, Mr. Gabber nevezhetjük így is egyébként, de tudjátok, ez egy olyan dolog, ami arra használja mindenki a Twitch-et, amire szeretné. Viszont azt látjuk most, hogy ugyanaz történik, mint történt YouTube-on, ami nem rossz, tehát nem, ez nem egy negatív töltetű valami, de igenis a nagyszabású, nagy költségvetésű streamek fogják uralni ezt a platformot, úgy néz ki, illetve az az IRL szekció, ami még mindig a dráma központja. Jaj, persze. Úgyhogy ez nagyon érdekes egyébként. Furcsa dolog belegondolni abba, hogy ugye egyik lábadat a YouTube-ba támasztod, a másikat a Twitch-be támasztod, a kezeddel támaszkodsz az Instagram, Facebookodon, és reménykedsz benne, hogy egyik se fog szarba hagyni. Hiszen ugye nem tudjuk, hogy hány évre kell például mi biztosítsuk magunkat egy platformon, és nagyon érdekes, hogy milyen irányban harad. Ja. Igen, Karez, igen. Elektronikus baru, bari, ne aggódj, semmi közöm a dologhoz, komolyan mondom. Szóval, igen, Klacsa, otthon is változik az embereknek gyakorlatilag az, hogy hogyan szórakoznak. Itt Magyarországon mindenki azt hiszi, mindenki, most általánosságban beszélek a magyarországi közösségekről, mindenki azt hiszi, hogy jó, hogy már te interneten, izévi lófasz, meg megy a tévé. Nagy lófaszt. Rohadt sok háztartásban, és tudom, hogy köztetek is rettentő sok ilyen van, internet előfizetés van, Netflix van, vagy HBO Go, meg nézik a streameket az emberek, vagy YouTube-ot. Rohadt sok magyar háztartásban. És ha valaki azt mondja, hogy a szórakoztatás jövője ez. Nem. A jelen ez. A jövőjét meg nem tudjuk mi. Ja. És ez nagyon fontos egyébként tisztázni magatokban is, mert ez egy ilyen dolog. Rengeteg sok TV előfizető van. A televízió gyakorlatilag az én véleményem szerint olyan szintű szolgáltatássá vált, mint az, hogy kifizetjük a villanyszámlát, kifizetjük a vizet, kifizetjük, hogy elvigyék a szemetet, meg kifizetjük a közös költséget, hogy legyen felmosva a folyosón, meg hogy menjen a lift, meg legyen tévé. Ezek így szolgáltatások. Az internet is beletartozik egyébként ebbe, de nem az, hogy mi van az interneten, csak hogy legyen, mert az kell. A tévé ugyanígy. Legyen tévé, mert az kell. Aztán minek, azt nem tudjuk, de legyen tévé, mert a tévé az kell. Ez egy ilyen dolog, ez egy ilyen szolgáltatás, és kész, van. Háttérzaj. Vagy a pöcsöm tudja, hogy mi. Igen, infrastruktúra gordulén, ja, nevezhetjük így is egyébként, igen. Tehát mindenkinek ez a... Tehát hozzátartozik, ha valamelyik nincs a felsoroltak közül, akkor rosszul, rossz az élet. Valami gond van. Mm. Szóval ez a fajta változás, én szerintem egy már megtörtént dolog. Csak az emberek nem néznek végig rajta igazából, és ez nagyon fontos. És megmondom ezt, hogy azért akartam erről beszélni, mert én azt látom, hogy mindenki úgy beszél erről a változásról, hogy
legyintget rá, hogy igen, majd. Holott ez a változás már megtörtént, és nagyon nem szabadna egyébként úgy tekinteni rá, mint ami majd meg fog történni. Itt látjuk azokat az embereket, akik például most próbálnak, most eszmélnek, most próbálnak YouTube-on csinálni valamit, egy új csatornát, megpróbálni valamit. Most próbálnak Twitch-en szárnyat lebegtetni, vagy bontogatni, és most próbálnak egy streamet csinálni, és ide is be kell látni, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz dolguk lesz. Olyan szinten, hogy én most azt látom, hogy az emberek azt hiszik, hogy igen, most már több ember van, akire rá lehet mutatni, hogy ő csinálta, és működik. Ő megcsinálta, működik, ő csinál csatornát, működik, ebből lehet élni, ezt lehet csinálni. Így még többen felbátorodnak, és azt gondolják, hogy most már annyi ember ismeri ezeket a platformokat, hogyha én elkezdek valamit, akkor most már én leszek a 11., de nem baj, mert működni fog. Én azt látom most, hogy körülbelül olyan nehéz dolga van, ha most próbál kezdeni valaki abban, amiben mondjuk mi belekezdtünk, mint amilyen nehéz dolgunk nekünk volt. Ja. Én azt látom, hogy most ugyanolyan nehéz. Volt egy időszak, amikor könnyebb volt? Volt. Most ugyanolyan nehéz, vagy még nehezebb? És én megmondom őszintén, hogy ennek örülök. Mert az fogja, tehát ha most kezd valaki bele ebbe a szakmába, ebbe az újfajta dologba, azok közül csak az fog megmaradni, aki tényleg arra érdemes, hogy megmaradjon. Ja. Vagy a Gané, aki ugye sok fiút bevonz valami iszonyat őrülettel, amit csinál, de az valószínűleg nem lesz egy hosszú életű dolog. Igen. És amúgy, hogy valamilyen szinten az is változott szerintem, hogy sokan kérdezték tőlünk régebben ezt, hogy tudod, van-e még hely újaknak. És szerintem az is teljesen változott, mert szerintem rohadtó szükség van új csatornákra. Igen. Ez amúgy nagyon jó, hogy mondtad, de nem tudom, nagyon. Ti hogy vagytok vele, ez most így az üzenet, a message, ez menjen át, srácok. Kell magyar tartalomgyártó. Ja. Muszáj. Szükség van új emberekre, nagyon-nagyon gyorsan, és ezt mi szeretnénk a legjobban. Így van. Tehát kellenek új emberek. A gamingbe szintén kellenek új emberek. Ugyancsak. Minden témakörbe kellenek új emberek, mert tűzzel vassal kapaszkodik egy csomó néző olyan csatornákba, amik gyakorlatilag már nem gyártanak kontentet. Annyira nincs. Úgyhogy kell. Szükség van jó emberekre, akik jó arcemberek, és jól csinálják, amit csinálnak. Kell. Ja. Gyere, J-Dex! Abban a pillanatban. Tehát szükség van rá. Mi azt látjuk, és egyébként tök igazad van, hogy kellenek. És itt most nem arról van szó, hogy a régi csatornák rosszak. Nem erről van szó. Csak szükség van újakra. Így van. Szükség van és újakra. Nem arra van szükség, hogy a régiek jöjjenek át Twitch-re. Jó, de teljesen új arcokra. Új arcokra van szükség. Új közösséget alakítanak ki, és... Ja, rájuk van szükség. Igen, Hájani, ez egy nagy szűrő, ezt jól látod. Tehát régen, amikor elkezdődött, nem a YouTube-ozás, mert mi relatív későn kezdtük el, de amikor mi kezdtük el, nem volt szükség úgymond egy befektetésre ahhoz, hogy elkezdj egy ilyen csatornát. Most már igen. A nézői elvárások megnőttek, stb. Ha valaki streamet akar kezdeni, van néhány jó tanács, amivel el lehet látni, ne példákat vegyetek másoktól. De nem. Igazság szerint a streamelésben szerintem az a szép, hogy itt nem kell annyira az elején a minőséget törekedni, nem azt fogja meghatározni, hogy mennyire jó egy stream. Hogyha valaki egy ilyen legalapabb, legolcsóbb webkamerával, csak hogy látszódjon az arca, elkezd streamelni, és vicces, és jó a kisugárzása, meg jó a személyisége, az úgyis sikeres lesz. És aztán meg majd a támogatásokból fejlődik tovább. Így ilyen van. Szempontból szerintem a streamet sokkal egyszerűbb elkezdeni, mint belevágni a videózásba. Ez abszolút igaz, sőt sokkal több tartalmat tudtok gyártani, és kényelmesebb is összeegyeztetni a napi rendetekkel. Persze. A streamelést, ez az egyik dolog. A másik, én odáig elmegyek, Jani jól mondta, de én odáig megyek, hogy még facecam se kell. Az sem fontos, persze, csak úgy azért a mai világban az úgy már nagyon nehéz. Azért vannak itt olyanok, akiknek bejött, mint például a belezőgép. Így van. De például zseniális, de az a srác eleve annyira zseniális szövege is van, hogy hihetetlen. Ja, igen, tehát ez egy nagyon fontos dolog. Tehát belezőgép például azért annyira baszó, és nyilván vannak még facecam nélküli emberek, ő például azért annyira baszó, mert neki egy olyan karaktere, egy olyan szövege van, hogy ehhez egyébként kurvára kell tehetség, ja. Hogy az embereknek, akik nézik, azoknak fent tudja tartani a figyelmét
anélkül, hogy az arcával is megpróbálna kommunikálni. Igen. Tehát, hogyha például, mit tudom én játszom például egy játékkal, és mondjuk egy percig kussolok, attól függetlenül az arcom beszél nektek, mert olyan, amilyen. Igen. De neki még erre sincs szüksége, hiszen ugye maga a karaktere olyan, hogy szórakoztat csak a hangjával, és hogyha van egy 20 másodperces szünet, akkor is beszoktunk, hogy tudjátok, hogy miért van. Tehát ez egy ilyen dolog. És az a durva benne, hogy tényleg, ha az ember megnézi a belezőgép streamét, aki teljesen saját hangulat. Abszolút, van. Abszolút. És ez az, ami nagyon durva, és ez kell amúgy mindenkinek elérni, hogy meglegyen a streamnek a saját hangulata. Igen. Így lesznek saját nézők és saját közösség az embernek. Igen. Így van, ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos. Így van, Greg. Nagyon gyorsan behozom itt, amivel maradtunk, és utána folytatjuk, mert én Jesus Christ, elkezdtem pofázni, és nem kellett volna. Pepsi, köszönjük szépen az 5 hónapot, Sir Azdál, jó reggelt neked is. Nice! Az gyönyörű. Kösz szépen, haver. Lendvai, nem sok, de valami nyúziteket hallgatni, még az 5 napom reggelére is, Isten éltessen. Zsomen! Sziasztok, uragát, srácok, én személy szerint a Far Cry Primal a sok minden változott a csatornán, illetve a sok-sok újdonság, amivel foglalkozni kezdtetek, de semennyire se lett hátrány, se negatív. Csak a pozitív volt minden változás, amit értünk tettetek. Ez én szerintem nem csak a magam nevében mondhatom, köszönöm nektek, és nagyon magas színvonalú szórakoztatás. Zsomen, nagyon szépen köszönjük, és örülök, hogy értékeled. Messzi Barni, sziasztok, srácok, azt szeretném kérdezni, hogy mi a véleményetek arra, hogy holnap diák demonstráció új oktatási rendszerért, ha nem hallottatok róla, holnap délután 4-kor lesz egy politikailag független tüntetés, a diákok szervezésében a parlamentnél, annak érdekében, hogy jobb legyen a magyar oktatás. Messzi Barni, megmondom őszintén, hogy a kulturálatlan kurva számad, de én nem hallottam erről. Nem, most nem szeretnék az oktatásról beszélni, de mi beszéltünk már az oktatásról itt a Happy Hour-ben, tudjátok a véleményünket róla, amennyiben pozitív változást szeretnétek elérni, úgy hajrá. John Hero, jó reggelt neked is, kösz szépen a cheer, tanár úr, kösz szépen a feliratkozást, Kubiak, kösz szépen a 3 hónapot, Vahi. Pont témához kapcsolódik, tegnap este olvastam egy cikket, amivel egy játékokat gyártó nagyvállalat szóvivője azt nyilatkozta, hogy azért nem fogynak a termékeik, mert az emberek inkább online nézik, ahogy más játszik, tehát a streamereket hibáztatják a rossz üzletpolitikájuk miatt. Így van, tehát gyakorlatilag ugye a játékgyártók a streamereket hibáztatják, azért, mert nem fogy a gémük. A streamereket hibáztatják, mert elspoilerezik a gémeiket, holott a streamerek adják el a játékaikat. Hajrá! Vanguard 5 év múlva, a VR Happy Hour 2023, Power by Netflix kappa. Figyeljetek a jövőre is, srácok, mivel semmi sem tart örökké, és ezt most negatív gondolat nélkül mondom. Így van, mi is ezt mondjuk. Ennyi együtt töltött idő után már úgy érzem, hogy akkor is azt szeretném, ha rendben lennétek, amikor már nem együtt nyomjuk a napjainkat. Köszönöm szépen, Vömgát. Igen. Pontosan Scarbrains, tehát Jesus Christ. Rögtön visszatérünk a témához. Bogi B. Priv. Sok erőt hozzá, Bogi. Köszönöm szépen a támogatást. Leroy, Community Hype! Sziasztok! Örömmel jelentem be, hogy megérkezett a Discordra a magyar nyelv. Jelenleg még sok hiba van benne, ahogy tudjuk, javítjuk. Szeretnénk segítségeteket kérni. Ezen a szerveren gyűjtjük a hibákat a fordítókkal. Reklám, please! Reklám! Mi ez? Várjál? De, várj csak, Leroy volt, ugye? Igen. Leroy... Magyar fordítók közössége. Leroy, hogyha szeretnéd, mert a régebben arról beszéltünk, hogy a mi szerverünkön csináljunk egy ilyen feedback szobát erre. Uh-huh. Ha gondolod, én ezt most megcsinálom, Leroy. És akkor szerintem az még baszóbb. De ahogy érzed. Ja. Csinálok egyet. Hát most jó, akkor Jani csinál egy szobát, de egyéb iránt a szemben megtaláltuk az eddig jelzett hibák, és egy changelog, melyet a hibák alapján frissítünk. Szívesen fogadunk bármilyen javaslatot, észrevételt, csak el kéne ütetni az embereket a szerverre, hogy megfelelő helyen jelezzék számunkra. Akkor mindegy. Akkor nem csinálok. Akkor ne csinálj, viszont ha megnyitod a Muxi page-et, akkor itt van a link. Azt, hogyha be tudod dobni a chatbe. Oké. Okay. Otan. Uh-huh. Tudod, ez a magyar... Igen. Ha ezt bele tudnád pumpálni a chatbe. Srácok, a chatbe ott lesz a link, oda tudtok becsatlakozni, hogyha szeretnétek segíteni a magyar Discord fejlődését. Köszönjük, Leroy, egyébként mindenki nevében, és igyekszünk segíteni. Fuck yeah, man. Kukár Lord, ez Janinak új giliszútra, ha tényleg ő volt tegnap Pavlova customer, és lelőttem róla. Én voltam. Jani volt. Életem második happy area, csak itt van, srácok.
Be voltál a papi kasztömbbe? Tegnap így nézegetem a Twitch-et, és így Pavlovag live PUBG, nem mondom, ránézek, mit csinál, és így pont akkor így szerver on, srácok, gyertek, jelszó fos! Mondom, jó van akkor, jó, akkor elindítjuk. És nyomtam egy kört, jár. Megöltem két embert, aztán előttek. Kukellord? Kukellord lelőtt. Hallod, Kukellord, látod, elbaszod itt a műsort. Pedig olyan jó volt. Hatással vagytok a műsorra. Mentem a dropra. Kösz, van a linket amúgy. Kösz. Szóval, Normal Joiner, köszi a 9 hónapot. Úrjuk úr, köszi szépen a 4-et. Pici Virától köszi szépen a 4 hónapot még egyszer. Dr. Professzor reggelit. Én alig követek 6-8 ember Twitch-en. YouTube-on sokat, javarészt engineering csatornákat. Itt például mostanában különösen sok guest videó van, és szerintem ez jó dolog, hogy a minőségi újoncok láthatóak legyenek, vélemény. Nice man. Menyus. Köszi szépen a 7 hónapot. Frozen Day, jó reggelt, csatok. Bocs, hogy eltér a témától, minden eltér a témától, de a Way Out nevű játékkal is fogtok játszani? Igen, ez egy másik változás, amit be fogunk vezetni a csatornán, tehát gyakorlatilag élve fogunk megnyúzni mindenkit, aki kérdezget. Tegnap volt egy javaslat egyébként a chatben, hogy minden kérdőjelre végződő mondatot bannoljunk a csatornáról. Ez egy nagyon-nagyon jó ötlet. Természetesen ugye az E3-as videóban is beszéltünk a Way Out-ról, ugye ott külön ki is emeltük, hogy ez egy nagyon testhez álló játék lesz. Természetesen fogunk vele játszani, mert ugye gaming platform vagyunk, 2018-ban megjelenő játékról van szó, úgyhogy igen, Janival fogunk játszani a Way Out-tal. Egyébként köszönjük a kérdést. Pistő Bajonetta 3-at látta, úgyse igen, láttam, alig várom. Ez csak úgy, hogy kakaóra fahéra. Köszönjük szépen, haver, felhasználtam ezt a csírt. Jesus, man. Babyface, kösz szépen az 5 hónapot. Sziasztok, én egy 41 éves öreg gamer vagyok, aki gyerekkora óta játszik. 20 éves korom óta zeneszerzéssel foglalkozom, saját stúdióm van, boldog életem, de amikor rátok találtam, még több örömet találok a mindennapokban. Köszönöm, üdv, RV. Babyface. The Jesus Christ. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, haver. Örülünk, hogy itt vagy. Köszi. Lesz a zsíros kenyér. Sziasztok, hallottatok az elektromos Ferrari bejelentéséről? Én nem. Lesz ilyen? Nem! És ezt nem kellett volna mondanod. Lesz elektronikus Ferrari. Jó, hát mondjuk ez egyértelmű, de várható volna. Maradjunk annyiban. De tök jó! És mostantól a kukija van a lányoknak is. Tök zsír! Exerhi! Köszi szépen a támogatást, sziasztok, újra élőben nézve a Happy Hour-t. Szerintem ti azzal, hogy a nézőket közösségé kovácsoltatok, azzal ki is léptetek a platformok közül, amelyel egy új szintet is behoztatok. Egyébként le a kalappal az új Happy Hour kinezetért. Örülünk, hogy tetszik, és örülök, hogy így látod egyébként. Gokuszun, az a másik dolog egyébként, igen. Szóval, Jesus Christ. De örülünk, hogy tetszik, és igen, igyekszünk valami mást csinálni. Zászlós úr, köszönöm szépen a feladkozást. Zolkó, sziasztok srácok, tudnátok beszélni a Facebook, illetve a YouTube problémájáról? Hogyne? Rogurbi, köszönöm szépen az 1 évet, men! Yes! Köszi. Szóval, a Facebook és a YouTube problémájáról. Jani. Igen. Ezt érintőlegesen tettük, de beszéljünk most erről, ha már ez a változás lett a mai téma. Na. Szóval az előző téma. A lezárása, kellenek új emberek. Zárjuk le. Igen, és láttam, hogy kérdezte egy srác itt a chatben, és erre válaszolok. Nem szoktunk kis csatornákat behoztolni. Nem. Az ő érdekükben. Viszont én titokban szoktam nekik donételni. Vicces neveken. Az egy dolog. De az nem az, sokat nézünk, de higgyétek el, ezt tudom, ez hangzik a legeslegrosszabbul a világon. Ha behoztolunk egy kisebb csatornát, mi, azzal helyrehozhatatlan károkat fogunk okozni abban a csatornában. Nem azért, mert hirtelen megnőne, és ezt nem fogja tudni elviselni a streamer. Nem azért. Nem azért. Ezt már egyszer elmagyaráztuk. Helyrehozhatatlan hibákat, vagy problémákat okoznánk azon a csatornán, higgyétek el. Az, hogy valakit nem néznek sokan, tehát hogyha valakit 10 ember néz, az azért van, mert jelenleg a karaktere és a személyisége arra áll készen. Mm-hmm. Senki nem áll készen arra, hogy betoppanjon 1500 ember mondjuk így a csatornájára. Nem. Arra senki nem áll készen. Tehát a személyiség a nézettséggel fejlődik, és úgy válik egy olyan dologgá. Értitek? Tehát ez nem egy ilyen dolog. Tehát képzeljétek el azt, hogy mondjuk, mit tudom én,
van egy Luffy, amit így ráhúztak a csapra, és így elkezdenek engedni a vizet. És akkor úgy nő, ahogy telik vízzel folyamatosan. Vagy képzeljétek el egy Luffy-t így a kezemben, így, és így tudjátok, a szabványosított tűzcsapra rákötött cső, amit így kinyittok, és így pff, így elmegy. Így elmegy. Nem marad se kéz, se Luffy. Csak így ennyi történik. Ez nagyon rossz. És tudom, hogy ez persze nem is így van, de... De így van. De hogy nem persze. De így van. Azért, mert hogyha mi annak idején az első, mit tudom én, leap motion-ös videónk, ami kikerült, ha azt így becsaptuk volna oda, mit tudom én, 500 ezer ember, hogyha kiállt volna a faszom tudja milyen főtérelés, levetítik neki, higgyétek el, így... Ez mi a fasz? Körülbelül ennyi lett volna a reakció. Ja. Tehát ez így működik. Ennyit ahhoz a témához. Így van. Hoz. Facebook, YouTube platform problémák. Igen. Facebook. Viszont dobtad? Facebook. Szóval a Facebook egy szar. Ez a véleményem. Tehát az a lényeg, hogy egy kicsit fullba nyomták a kretént a Facebookék az elmúlt időszakban, és ez egyébként már olyan szintre ment, ami fantasztikus egyébként, és elismerendő, hogy a Facebook is meglátta ezt a dolgot. Igen. Tehát ez az fantasztikus dolog szerintem, amikor... Ez egyébként egy jó dolog, hogy így meglátta. Igen, tehát ez egy fantasztikus dolog, és ebben semmi irónia nincs. Tehát az, hogy egy platform meglátja, hogy szar, az nagyon fontos, és meglátták. Meg. És konkrétan most a negatív cookie hullám, ugye, ami betört a Facebooknál mind részvény szinten, mind hozzáállás szinten, az amiatt van, mert a Facebook kimondta, hogy igen, tudjuk, hogy szar. De megpróbáljuk megjavítani. És úgy próbálják megjavítani, hogy változtatnak ugye eleve az algoritmuson, ami alapján ugye a newsfeedbe kapjátok a posztokat. Igen. Illetve megpróbálnak tulajdonképpen csökkenteni azon a poszt tengeren, amit ugye a szátokba tol a Facebook, holott rohadtul nem érdekel titeket. Ez az egyik része a dolognak. A másik része pedig az, hogy megpróbálnak minél több hasznos infót adni az embereknek a newsfeeden, amit sajnos csak úgy tudnak létrehozni, vagy megoldani, hogyha kevesebb dolgot tesznek ki a newsfeedre. Így van. Nagyon érdekes egyébként, ez pont a múltkor jött fel nálunk ez a Facebookos kérdés, amikor a purge hullámok elindultak. Igen. De egyébként olyan szinten szar a Facebook, hogyha például van, mit tudom én, van mondjuk 500 ismerősötök. Igen. Az 500 ismerősötökből nagyjából egy olyan, beszélgettek egy olyan 50-nel, vagy 100-zal. Legyen az, tehát aki... Aki úgymond aktív, nem csak aki ismerős aktív. És így csak. Igen. Na, szóval hogyha azok az ismerősötök, aki például... akivel nem beszéltetek egy fél éve, vagy egy éve Facebookon, és azok, hogyha kiposztolnak valamit magukról, hogy hello, most én mit tudom, hol vagyok, azokat nem is látjátok. Akkor minek vannak ismerősök a Facebookon? Így van, tehát már odáig ment a dolog, hogy nem elég az, hogy egy community, ami mi vagyunk, nem tudja elérni a tagjait azon keresztül, hogy egy Facebook oldalon kiposztol valamit, azt nem látják azok a tagok, akik részei a communitynek, már nem elég ez. Az ismerőseitek posztjait se látjátok, hogyha nagyon régen beszéltetek vele. Egyszerűen nem. Tehát biztos vagyok benne, hogy van olyan ismerősétek, akinek, hogyha ránéztek a Facebook page-ére most, lesz olyan posztja, hogy ez a gyerek posztolom úgy egy héten, egyszer legalább, minden héten. Nagyon sose látom. És inkább eljegy, nyomja nektek a reklámot, vagy éppen melyik Google keresés, vagy Google-ben mit kerestetek, és az alapján nyomja a reklámot, vagy melyik webshopban voltatok, és az alapján nyomja. Így van, vagy például egy olyan oldal, amit belájkoltatok azért, mert mondjuk gaming tartalom van rajta, bedob tőlük egy olyan Facebook videót, amit már 30-szor láttatok. Igen. Begyom, hogy megint. Hogy nézd, nem láttad még ezt? Better with sound. Please stop and watch this video till the end. The end is awesome. Meg amit akarsz. És mennek a szponzorált posztok. És tudom, egyszer volt, valahogy fel akarták azt is vetni, hogy éppen emiatt, hogy nem látszódnak az ismerősi posztja, hogy ott is legyen valami ilyen boostolt poszt. Igen, meg tudod boostolni saját posztot. Magad, igen. Mi a szar? Na mindegy, szóval valami, minden szinten egy broken sheet a YouTube, az is amúgy, de a Facebook, az főleg. Így van, tehát a Facebookkal ugye alapvetően az a probléma, hogy elvesztette a Facebook mi volt, tehát gyakorlatilag az ismerősök, az ugye megváltoztatták azzal, hogyha valaki csak az ismerősöd, de nem követed, akkor tulajdonképpen semmilyen notification nem kapsz tőle, hogy úgy mondjam.
Ez az egyik része a dolognak, a másik meg, hogy nincs meg az a része, tehát nem látod az ismerőseidnek a posztjait, nem mindegyiket. Ha csinálsz egy Facebook page-et, akkor nem tudod elküldeni mindenkinek, aki lájkolta azt az oldalt, az információt, tehát... What? Ez a baj. Nem, nem. Viszont hogy mondjuk valami pozitív dolgot is a Facebookról, a Facebook videós platformja viszont a legjobb. Elég jó, igen. Hanem, nem úgy mondom, hogy minőségben a legjobb. Ja, nem. Hanem ahogy, tehát ahogy fel vannak építve az, tehát hogyha elkezdesz nézni egy videót, iszonyatosan jó videókat ajánl, hogy utána azokat nézd meg. Ja, hogy ami hasonló fajta. Tehát... egy elkapod a flow-t, és benne van az. Pontosan úgy, hogy régen a YouTube működött, amikor tényleg nagyon király videókra leeltél egymás után, a Facebookon ez még megvan, és szerintem nagyon király. Meg eleve az, hogy a legtöbben mondjuk mobilról nézik a Facebookot, az összes, szinte az összes videó mobilra optimalizált, és teljesen jól el lehet lenni a Facebookon. Ja, szerintem nagyon király a videós része a Facebooknak. Engem. Ja. Még fura, mert valahogy a Facebookon nem alakult ki még ez a, úgymond a videós kultúra, és főleg az ilyen rövidebb, tömörebb, viccesebb videók vannak ott. Tehát eleve olyanokat készítenek oda az emberek, és szerintem tök király. Yep. Ja. Úgyhogy végülis ilyen szempontból jó. A Facebook. Ó, Arno Viktor Dorian, hagyjál már! Hagyjál már! Emlékeztem, mikor a szuvidolásról beszéltünk itt reggel? És rákerestem, és megmutattam, hogy mire gondolok? Én azóta minden, tehát a létező összes Facebook görgetésemnek része az, hogy amúgy van ez az új szuvidgép, látod már, most kurva olcsó, és így, ja. Nem tudtam kivakarni. Úgyhogy ez van. Kristóf, köszönjük szépen a baszó csírt, haver! Nagyon szépen köszönjük a támogatást. Johnny, köszönjük szépen az új feliratkozás. Prefektor, köszönjük szépen a 8 hónapot. Duka, köszönjük szépen a csírt. Hajrá! Nem nézzük a Dragon Ball animét, az is az újat, de én szeretném. Mert most már egyre jobban érdekel. Johnny, most akkor nem lehet kérdezni, kapva? Nem. Sose lehetett, nem is volt ilyen. Orka, köszében a csírt. Jó reggelt, srácok, sajnos tegnap a skandi nem jött össze. Aaaaah! Basszus. Én már úgy beleéltem magam. Én már mondtam anyámnak is. Ugye meg lesz 3%. De nem csüggedek, jövő héten újra próba. Na jó. Addi kárpótlásként itt ez a csír, köszében. Tévés témában szerintem annyit, sose volt tévém, tavaly beruháztam rá, és azt vettem észre, hogy PC, Xbox, Switch megy rajta, tévéműsor nem nagyon. Baszó volt a hardmode, szerda, pacsi. Köszében, Orka. És amúgy alapvetően egyetértek veled ebben. Leroy, nagyon szépen köszönöm a segítségetek. Nagyon szívesen, és reméljük, hogy minden fasza lesz. Ott ment egy priv. Ó. Oh. Men with Balú. Üdv srácok, az új streameres dologhoz hozzászom, hogy én szívesen csapatnám, csak sajnos meló mellett marha nehéz gondolom. Tudjátok, pedig titeket nézve én nagyon jól szórakozom, és jó lenne, ha ezt én is átadhatnám az embereknek. Nektek viszont hatalmas big up azért, amit csináltok, minden tiszteletem a tiétek, keep up. Kösz szépen, haver! Visszatérve egyébként ehhez, hogy új streamerek és a többi. Ez baromi könnyű egyébként, srácok. Baromi könnyű. Ha úgy érzitek, hogy nehéz, bakker, most már megint streamelni kell, mit tudom én, nem tudom én ezt tartani, ilyenek, az mind indikátor, srácok. Nem kell semmit erőltetni. Ezt a dolgot elkezdeni, csak keftelésből lehet. Ha már az elején úgy érzitek, hogy azt meg ma nincs kedvem, vagy mit tudom én, sokkal meló, fáradt vagyok, nem kell erőltetni. Nem mindenkinek kenyere ez a dolog. Túlélni nem az elején kell, hanem közvetlenül az eleje után. Ja. Miután beállt a rendszeresség. Nem kell erőltetni. Ha erőltetitek, nem lesz jó. Tulajdonképpen ma, tehát a streamelésnél egyébként ez egy nagyon fontos dolog, ez legyen tanulság mindenkinek. Ez egy nyilvánvaló dolog, amit mindenki tud, de azért mondjuk ki. A streamer jelen pillanata, jelen hangulata, ami épp az adott nap az adott streamben van, tökéletesen ráragad a közönségre. Függetlenül attól, hogy mivel játszik. Ha jókedvű a streamer, jó napja van, tolja a pozitívat, vicces, a nézők is jobb kedvűek, miután kilépnek a streamről is, jobb kedvük lesz, egy pozitívabb beállítottsága lesz az embernek, legalább arra pár percre utána még, stb. Jobb kedve lesz. Ha a streamernek szar kedve van, szar napja van, ideges,
a nézők frusztráltak lesznek, nem fogják érteni, mi a baj, rajtuk is rajtuk ragad ez a fasság. Mindent átadtok. Az biztos, hogy nem lehet minden nap mindig mindennek örülni, mint egy majom. Persze. De ez így van. Ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos. Mert így működik ez a platform. Ez vonatkozik az esport közvetítésekre is. Hogyne? Egy rohadt kommentátorra. Ha kommentátor jókedvű, tolja, pörög, ja. Állandóan visít, üvöl, tolja, fenn van a hangulat, mindenki fenn van a hangulat, nyomja a csetet, yes, mert itt vagyunk, szurkolunk, faszom. Ha egy maraton hangú pöcs, akkor így kb. Ugyanúgy, tehát le kellene fényképezni a nézőket. Ha egy maraton hangú kaster kasztol egy cségó meccset, akkor így néznek ki a nézők. Nagyjából. Hogyha hype az egész, és nagyon jó hangulatban van mindenki, akkor ez a... Minden már nem merek oda nézni, meg értitek? Ja. A hangulat kurvára átjön, és ez a lényeg. Így van. De ez vonatkozik egyébként a sportközvetítésekre, és nem csak, nem csak a Twitch-re. Hogy egy foci meccset néztek. Lehet rohadt jó hangulatban kommentálni egy Forma 1-et. Hogyne. Például. Mert amúgy meg csak... És így... Ez igen. Értitek? Mindenből lehet jó dolgot csinálni. Itt a lényeg az, hogy átadjátok azt, amit át szeretnétek aznap akkor adni az embereknek. Ez nagyon fontos. Így van. Leroy, közben megválaszolom a privátot. Igen, nem gond, csinál nyugodtan. Marthák, köszönjük szépen a baszoló donétet, haver. Szép jó reggelt ma is. Én a tévémet már legalább 3 éve nem kapcsoltam be. Az új streamereknek pedig szerintem nehezebb az eleje, mint nektek volt. Elvégre meg kell küzdeniük a már befutottakkal. Marthák, köszönjük szépen a donétet. Egyetértek vele, de hagyj javítsalak ki egy ennyire pici dologban. Nem a már befutottakkal kell megküzdjenek, hanem a már befutottak által létrehozott vagy kreált elvárásokkal kell megküzdjenek. Tehát igazából a már befutott emberekkel nem kell megküzdeniük, Marták, mert igazából egy közösség vagyunk itt. Tehát értitek, hogy van ez. Mi sem harcolunk a többi streamerrel, hanem sokszor együtt játszunk velük. Nagyon reméljük, hogy nekik is jól megy, és jó közösség lesz itt a Twitch-en. Viszont az elvárásokkal, amik kialakulnak a nézőkben a már befutottak által, azzal nagyon nehéz megküzdeni. Ebben egyetértek egyébként is. Fakják, köszi szépen a támogatást. Dan, ez baj! Sziasztok, látszok, amikor egy éve átköltöztem az új albérletbe, a Facebook észrevette, hogy hol jelentkeztem be, és egyből megjelent a szemben lévő számítógépes szaküzlet reklámja. Én ezt a platformot nem akarom jövőben sokáig használni, szép napot. Dan, ez baj, ne is mondd, szerintem gusztustalan. Én szinte teljesen átmentem, úgy mond. Twitterre. Ja, én is, amúgy, az elmúlt időszakban. Nem az ismerőseim által, a Facebookon megvan, Messengert használom, bár nem tudom mire, mert igazából az emberek 5%-ának válaszolok, ha ír. De ami infót, én fogyasztok. Tehát azok az emberek, akiket én követek, mert én is nézek embereket Twitch-en, stb., akiket én követek, Twitteren követem őket, mert Facebookon vagy nem használják, vagy nem látom, ha posztolnak. És egyébként, ha visszaemlékszem, én régen a Facebookot, tehát arra használtam, hogy bekövettem az összes híroldalt. Igen. Ott néztem, tudod, hogy mikor írnak ki új hírt, vagy valami. De most már egyáltalán nem is lehet látni, hogy tudod, hogy mi a legújabb poszt, hanem berak egy 2 héttel ezelőtt. Igen, hogy... Ezért nem is nézem, a Twitter figyelem. Pontosan. Mert ott mindig aktuális. Élesszük fel az ívet, Laci, ez egy nagyon jó ötlet. Na mindegy, tehát én egyszerűen, tehát valaki, ha megkérdezi tőlem, mi van már most hipsterkedsz itt a Twitterennel? Na most, a Twitter nem hipster dolog, ezt jobb, ha tudjátok, egy. A másik része az, kész, ennyi a problémám. Én követek, mit tudom én, 30 média személyiséget a világon mondjuk. Ha Facebookon követem őket, nem látom a posztolnak. Ha nem fizettek érte. Ha ők nem fizetnek a posztért. Egy félelmetes nagy szar. Ez az elvárásom, én szeretném látni, mert azért követem őket, ezért használom a Twittert. End of story. Merlin First Wizard. Sziasztok srácok, én is szeretnék egy csatornát indítani. Streambeállítások lenne a fő téma, meg overlay-ek, amiket ti is használtok. Csak még a lámpalázzal küzdök, hogy a saját hangommal barátkozzak. Ja, és 9. hónap. Nice man, 9 hónap. Tehát egy olyan csatornát akarsz indítani, ahol streambeállításokról és overlay-ekről lesz szó. Merlin, ha overlay-eket akarsz gyártani tartalom miatt, akkor mit tudom én, tehát így gyárthatsz olyan overlay-eket, amik kurva jól néznek ki. Ha erről akarsz streamelni, mi nézzük, és aztán fel is használjuk őket. Aztán megbeszéljük az árat. Nincsen ára, Jani, nincs, ne baszd el, most így nem, pont erre ment, most basztad el. Kurva életbe. Csaba, köszében a csírt! Ave viál! Köszi! Fatima, köszi meg a feliratkozást!
Nessék, ott van Kathy, az is. Látod? Látod? Már megvolt a díja. És nem jött össze. Ennyi. Várj kicsit, Áron, Pisti, tavaly mondtam, hogy nem tudnék streamer lenni, mert introvertált vagyok. Te azt mondtad, hogy ha streamer vagy, akkor meg introvertáltább válsz. Kifejtenéd, légy cím, vagy lehet rosszul is emlékszem, ha igen, akkor bocsi. Én nem emlékszem, hogy ezt mondtam volna, de olyan szinten válsz introvertáltá, Áron, ha ilyet mondtam, akkor nem emlékszem, mondom, hogy mondtam-e vagy nem, de szerintem tudom, mire gondolsz. Tehát, én nem emlékszem, hogy volt valami ilyen. Ha streamelsz, olyan szinten válsz introvertáltá, hogy én például egy eléggé kifelé kommunikáló személyiség vagyok, és ez a... Tehát nekem mielőtt elkezdtük ezt az egészet csinálni, ez egy nagyon domináns dolog volt, társaságban kurva sokat pofázok, hangom, meg méreteim alapján én vagyok a leghangosabb, mert ugye kicsi vagyok, és hangos, tudjátok, hogy van ez. És általában úgy ilyenfajta ember voltam mindig. Mindenkivel barátkoztam, pofáztam, dumáltam, poénkodtam, volt, aki idegesített, volt, akit nem. Volt, hogy ezt megtudtam, volt, hogy nem. Viszont mióta streamelünk, én például inkább a magánéletben változtam ebből a szempontból valamennyit. Tehát elkezdtem észrevenni magamon azt, hogy ehhez a témához én is hozzá tudnék szólni, és de inkább nem. Inkább hallgatom a többieket. Hogy nekik mi a véleményük, és többi megkérdezik az ismerősök. Na és mi volt veled ma? És tudnék mesélni nagyon sokat, de van, hogy nincs kedvem hozzá. Mert így, nem tudom, a Twitch egy olyan kommunikációs csatorna felétek, ami nagyon különleges, de megvan egy olyan része, és ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon furcsa lesz, amit mondok. Azért ezt introvertáltál a Twitch a magánéletben, mert itt nem kell keresd azt, hogy kivel beszélj az adott témáról. Hanem, mint streamer, azzal az alapvetéssel nyitod meg a streameret, nyomsz rá a start streamingomra, hogyha itt pofázok, akkor az relatív mindenkit érdekel. Ja. Igen, ez igaz. Így úgy jössz ki a streamből, hogy 6 órán, 4 órán keresztül olyan emberekkel beszélgettél arról, amiről szeretnél, akiket érdekel. Ja, akiket meg nem érdekel, úgyis elmennek, és így akkor ezzel nem is gondolkozol. Így van, és mikor kijössz a streamből, akkor lezárod a streamedet, akkor nem feltétlenül érzed igényét annak, hogy én másképp fogalmazok. Nem érzed azt, hogy azt az igényt, hogy neked beszélgetned kell arról, amit szeretsz másokkal, továbbiakban is ki kell elégíts, mert egész nap azt csináltad. Ez a gond vele. Tehát ezt tudja csinálni egyébként. Igen, Lindendi, a kifelé kommunikálási szükségletet szünteti meg. Mert egész nap azt csinálod. Ráadásul célhoz ér, amit mondasz. Tehát nem az van, hogy keresned ki, hogy arra, azért te játszol ezzel a gémmel, vagy mit tudom én, mert nincs kivel beszélget, csak arról, hogy nyomom a izét, Soldier of Fortune, bassz meg. Érted? Nincs ilyen. És ez egy veszélyes dolog. Nyilván lehet ezt egészségesen kezelni. Van, akire ilyen hatással van, van, akire olyan. Van, akire rosszabb hatással van. Srácok, ez egy nyilvános dolog. Ezért merek róla beszélni egy picit, de nyilván én nem látok bele ezeknek az embereknek az életébe, csak volt szó róla nem is olyan régen, ugye a mostani trendekben. Srácok, a legnagyobb streamerek, Summit, Lirik, Soda, stb. Soda talán nem. De például Liriket például véve. Nézzétek meg a social oldalaikat. Macskák vannak rajta, meg ilyenek. Otthon vannak. Nem mennek ki az utcára. Streamelnek. Egész nap. Lezárják a streamet, néznek egy kis Twitch-et, néznek egy kis Netflix-et, lefekszenek aludni, és holnap jön az új nap. Annyira meggyűrte őket ez a dolog. Jaj. Mert ilyen. Ezt csinálja. Egyszer majd nagyon soká beszélhetünk arról, hogy milyen hatással van a személyiségre a streamelés, de amilyen világot most élünk, és amilyen emberek vannak, higgyétek el, ha azt mondom, ez a cucc kurvára nem való mindenkinek. Ja.
Mert van, akit úgy kiteker, bele lehet őrülni, hogy bele lehet bolondulni. Jaj, és ez amúgy megtörtént már sokszor ezen a platformon. Meg. Egyébként. Ezért kell szünetet tartani. Ja. Bizony. Vannak olyan emberek, akikre ez tényleg veszélyes egyébként. Vannak. Akik emiatt teljesen meg tudnak változni. Valahogy meg kell tartani az egyensúlyt. És főleg egyébként azok vannak nagy gondban, akik tényleg egyedül élnek. Igen, tehát nincs kinek kiadják a dolgot. És utána nem tudnak senkivel se beszélgetni, hanem streamelnek, és aztán befejezik a streamet, hogy legyen vége, de aztán igazság szerint ugyanazt folytatják tovább, csak nem streamelik mondjuk. Így van, de egyébként nagyon sok esetben, ha belegondolsz, valószínűleg valamilyen szinten oka is az, hogy egyedül vannak, ja, hogy persze. Az életforma, amit folytatnak. Persze, igen. Igen. Ja. Nem lesz szünet, nálunk nincs szünet, Stefan. Vagy miről van szó? Úristen. Nem tudom. Mondtam már, hogy nem szabad semmit mondjunk. Na mindegy. Szóval a Dr. Disrespect más dolog miatt tart szünetet, de nyilván az is egy olyan magánéletű probléma, amit ugye nem tudott, tehát nem tehetett rá a nézőire. De egyébként egy nagyon-nagyon fontos dolog, srácok. Tudom, hogy sok, tehát a legnagyobb youtubereknél, a legnagyobb streamereknél is volt töréspont. Mindenkinél. Egy nagyon fontos információ. Ha azt hiszitek, hogy létezik olyan streamer, vagy olyan youtuber, aki mindig pozitív, minden negatív cuccot lefos, nincsen hatással rá ez a dolog, és a pozitívságát megragadva megy előre már évek óta, és soha nincs olyan pillanat, hogy kedve lenne, nem tudom mit csinálni, amiatt, hogy támadják, csúnyákat mondanak, és a többi, ez nem igaz. Mindenki, az összes létező youtuber, és az összes létező Twitch streamer bizonyos időközönként szembenéz azzal a szarral, amit ez az egész platform és az egész életforma tud okozni. Valamilyen formában. Van, aki könnyebben viseli, van, aki nehezebben, van, akinek időre van szüksége, valakinek nincs időre szüksége, de mindenki szembenéz ezzel. Hogy megvannak a negatív részei, és van, aki így kezeli, van, aki úgy. De alapvetően mindenki. Na. Ez így van. És ezt tudom, hogy ilyen feed the trolls, de ez van. Igenis, célba ér mindegyik. Ja, Jaden Arkon, pontosan. Darkstroke, most, hogy mondtátok, körbenéztem Facebookon, következő posztokat látom. Nyengeg, 7 órája, Nyengeg, 7 órája, ismerősen 11 órája, hirdetés, híroldal 17 órája, híroldal 12 órája, hirdetés, stb. Pedig van több száz ismerősöm, eddig is feltűnt, csak nem tudtam, mi változott. Ez. Wake up Neo, the Matrix has you. Bizony, ez van a Facebookon. Yep. Rogurbi. Sziasztok, már 2013 óta nézek ezeket, az Györgyi. Olyanok vagytok nekem, mint régen reggel a Kölyök Klub, vagy a Heti Dragon Ball. Csak így tovább, ha kell, változatok, csak maradjatok sokáig platform szinten. Ó, nem lesz gond, Rogurbi. Nem lesz gond, és köszönjük, hogy itt vagy. Köszi. Böngár, második dolog, streamelés. A streamereknél fontos szerintem a konzisztencia, vagy legalábbis az, hogy ehhez hogy állnak a streamerek. Akinek nincs ideje napi streamre, az ne hirdesse, hogy folyamatos tartalom, mert ha nem lesz, akkor otthagyják. Ilyenkor úgy kell kommunikálni, hogy nem mindig lesz, de ha lesz, akkor szíved, lelked belerakod, akkor bár egy szűk, de erős réteget tudsz kialakítani. Szerintem mit gondoltok erről? Egyetértek egyébként. Egyetértek? Ja. Én a konzisztenciát összefonnám a második részével, amit mondasz. Tehát igen, kommunikálni kell, hogy nem lesz folyamatos tartalom. De az a nem folyamatos tartalom, legyen bármilyen ritka, az, ha lehetőség van, legyen rendszerre. Igen, mert úgy sokkal nagyobb. Igen, tehát ezt mondtam nektek, ha egy hónapban egyszer tudtok streamelni, amíg egyszerűen kevés. Még minden hónap 15-én, és akkor... Az legyen ugyanaz onnan. Legyen ugyanaz. Yep. Igen. Mert még ezt a nagyon-nagyon-nagyon ritka rendszert is megmarad az emberekbe. Várjál, nem 15-e van? Jaja. Jurian, köszönjük a feladkozást! Hunriper, sziasztok! Én 2,5 hete regisztráltam Twitchre, mint streamer. Kicsit kétkedve fogtam bele, mert YouTube-on nem éppen volt a legjobb. De kellemeset csalódtam a Twitch közösségbe, szeretem csinálni is fogom. Kövi projekt, a streamergép lesz. Hajrá, Hunriper, és folytassátok! És egyébként most mondok valamit, ami nagyon vicces lesz, de például, tudjátok, ez nem reklám, de például nagyon sokszor előfordul az, hogy, de Janival is tudom, hogy így felmegyünk Twitchre, és mióta streamelünk,
tudjuk, hogy többen elkezdtetek streamelni. Uh-huh. És így felmegyünk ugye a browse tabre, és így a magyar csatornákra szűrünk rá, hogy ki streamel most, aki magyar. És így van olyan, hogy így felmegyek Twitchre, és így megnézem a top gémeket, és így ha most nincs C-bajnokság, nem nézek Overwatchot, nem nézek LOL-t, nem nézek ezt, meg azt, bassza meg. Megnézem, hogy kik a streamerek, akiket nézek, senki nem streamel. Faszom, mi a pöcsöm van? A kurva élet. És akkor így felmegyek a magyar részre, és így meglátom, hogy valaki innen a közönségünkből, akit név szerint tudok, hogy kicsoda, streamel valami atomrégi gémet, vagy valami embertelen jóságot. Például a múltkor ugye pont említettem, hogy Rust azt hiszem a Hexen 2-t streamelte, meg ilyenek, és találok egy ilyet este, és így na takarodj. Mit csinálunk itt, itt a tartalomban, aztán, és így annyira fasza, hogy egy csomó mindenki elkezdte, és van mit nézni. Szoktam nézni. Tényleg. Van mit nézni. Én minden este nézem, hogy ki mit streamel amúgy. Igen, és ez annyira király egyébként. Annyira király, hogy ez így előfordul. És így ott lörkelünk egyébként kibaszott sok ilyen streambe, és nagyon élvezem. És nagyon élvezem. És ezt nem tudom, minek nevezzem. Hexen egy még csak, rászd bazd meg. Azt hittem kettő volt. Bocs. És így nem tudom, ez jó. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Úgyhogy köszi. Szabi köszében 3 hónap volt. Király vagytok, srácok? Nem vagyok igazán aktív csetelő néző. Én sem. Mivel annyira jó, amit csináltok, inkább nézem. Csak itt a srácok, VR. Köszépen, Szabi, soha nem csetelek. Semmilyen csatornán. Soha. Még olyan csatornán se, ahol 5 ember van, és tudom, hogy a streamer látja, amit írok, és közvetlenül foglalkozik vele. Még olyankor se csetelek soha. Horka, na pont ezt akartam mondani, hogy éppen a hosszú távon lehet, hogy képtelen lenni kultúráltan feldolgozni a negatív kritikát, persze csak, ha alpári módon teszik. Horka, nem kell alpári mód. Nem kell alpári mód. Most elmondok egy személyes példát egyébként. Rettentő rosszul esik, amikor... Tegnap volt erre példa, de mondom, nem vettem ezt komolyan, tehát nincs erről szó, csak pont tegnap volt erre példa. Ha például olyat mondanak, nem az, hogy elküldök a picsába, az nem kritika, azt lefosom. De amikor olyat mondanak például, hogy milyen kapcsolat van a közönségünkkel, de például valaki beírja azt, hogy hát hallod, amúgy jól leszarjátok a közönségeteket. Tudom, hogy nem igaz. Tudom, hogy nem igaz. De többször előfordult már, hogy úgy fekszem le aludni. Én például, hogy ha mégse troll, miért gondolja így? Mi az, amit másképpen kellene csinálnunk, hogy ne gondolja ezt egy ember se? És ezek nem jó gondolatok, de nem tudok tenni ellene. Mm. És az az egy becsúszó, nem alpári. Elbassza a napot. Mert itt van, hogy mi van, hogyha ez nem egy pöcs? Mi van, ha ő így érzi valami miatt? Valamit mondtam. Vagy a hozzáállás alapján ő ténylegesen úgy érzi, hogy leszarjuk a nézőinket. Mit kellene másképp csinálni? És ezzel fekszel le. És elbassza a napot. És ez csak egy. És ebből sok van. Nem ugyanez, hanem más ilyen dolgok, amik így bekúsznak, és ezzel nap mint nap kellni, feküdni, elég érdekes. Elég érdekes. Tehát ilyenekre gondolok, hogy ezzel nehéz megbirkózni az embernek. Jaj, főleg, hogyha az ember sok mindent kap egy nap, akkor tényleg olyan kicsit elbassza az ember kedvét. Igen, és srácok, semmire nem emlékszel a pozitívból. Semmire. Ilyen az emberi természet, higgyétek el, hogy ilyen. Ez nem azt jelenti, hogy nem jelent sokat. Minden kedves szó felénk eszméletlenül jól esik, és iszonyatosan örülünk neki, de nem így működik az ember. A nap végén csak arra az egy emberre emlékszel, aki így. Jaj, amúgy alapvetően én hamarabb túlteszem ezeken magam, de nekem is van olyan, amikor úgy valami olyat mond valaki, vagy olyat olvasok a chatbe, ami tudom, hogy kurvára nem igaz, és az tényleg felbasz. Igen. És azon én is el szoktam néha gondolkozni, de
De így is igyekszem ezeket így mellőzni. Igen, de különben beleőrülnék, hogy ezzel kéne foglalkozni, és valószínűleg ezért. De te olyan vagy, amilyen. Érted? Tehát mások vagyunk. Én érzékenyebb vagyok erre, de korán sem annyira, mint azok az emberek mondjuk, akik széttörnek egy ilyentől. Ja, pedig persze, vannak ilyen emberek. Vannak, persze. Érted? Tehát ez az a dolog, hogy én még azon a határon vagyok, hogy én el tudom viselni, tudok így élni, nincs ezzel gond, de mikor olyan emberekről beszéltek, akik mondjuk depresszióra hajlamosak, vagy bármi ilyesmi, őket kitenni egyébként egy ilyen 4 órás sessionnek így 2000 ember elé, kíváncsi lennék rá, hogy jönnének ki belőle, de most komolyan. Eszméletlen, fantasztikus érzés. Olyan, mint kakát kell negetni a testedre. Igen. De jó, és hiába próbálsz úgy tenni, hogy jó, nem. Nem, igen. Nem. Ez van. Csak valami jó a téma, szerintem az életben semmi se könnyű, legyen a stream, vagy munka, egészség, vagy bármi más. Kitartónak kell lenni szerintem. Az biztos, hogy kitartónak kell lenni. Közkokuszun. Srácok, mondom, amikor egy bizonyos ember, tehát amikor hazafelé mész és arra gondolsz, hogy vajon ő ki lehet? Hol van most? Hol lakik? Miért ilyen, amilyen? Miért írta nekem? Milyen érzés neki az, hogy az az ember, akit néz, utálja őt, és nem akarja, hogy itt legyen? Mit tennék, ha találkoznak? Mit tenne ő? És ezekkel a gondolatokkal mész egy ilyen negatív komment, vagy egy pöcskész után. És így ez nem jó. Ez nem jó, hogy ilyenek mennek a fejedbe, de nem tudsz tenni ellen. Ez van. Balika Patrik, tudom, hogy ez ilyen nagyon félváról vett válasz. Így működik az ember, haver. Így működik az ember. Ilyen ez. Balika Patrik, ez egy nagyon régi példa. De így működik az ember. Egész nap, 8 órán keresztül kint állsz a főtéren. Ez a feladatod, mindenki tudja, hogy ott kell állnod. Érted? És 2 másodpercenként odajön valaki, és kezet fog veled. Megkérdezi, hogy vagy, elmondja, hogy jó a hajad, nagyon tetszik neki a szemüveged, stb. Majd továbbá. És ez folytatódik egész nap. Egész áldott nap. 12 óra 35 perc körül egy gyerek, és olyan szinten baszorba, hogy nem bír a nyelnövért. Utána pedig folytatódik az, hogy oda megy az ember, kezet fog veled, megkérdezi, hogy vagy, és a többi, és a többi. Ha te úgy végzel a napodat, hogy azt mondod, hogy már el is felejtettem, hogy egy ember megütött, mert az a másik 50 ezer olyan kedves volt, akkor nem mondasz igazat. Semmi másra nem fogsz gondolni egész nap, csak arra az egy pöcsre. És nem azért, mert fáj. Hidd el, ez így van. Régi példa ez. Így működik az ember, sajnos. Ilyen, a kritikára mindenki érzékeny. Ez ilyen dolog. Nem tudom miért egyébként, de ugyanez, hogyha nem a tetlegességgel hasonlítod össze, hanem egész egyszerűen, mit tudom én, biztos láthatok már interjúkat rendezőkkel, írókkal, stb. Ők is mindig a negatív kritikára emlékeznek. Ja. De ez ilyen. Ja, egyébként fordítva is így lenne, ez igaz. Ez biztos, de mondjuk az gáz. Hogyha 49.999 ember orba basz, és egy nem, arra is emlékezni. Igen. De fordítva is működik, ez biztos. De ilyen az emberi természet. A kritikára reagál. Ez van. Tehetsz úgy, hogy nem. Tehetsz úgy, hogy ne lássák rajtad. Akkor is ott lesz itt. Tehát gyakorlatilag, aki nem veszi fel a negatív kritikát egy pillanatra, se az agyhalott. Tehát így nem létezik mindenben. Ja. Vagy leszarja, mit csinál. Tehát annyira nem érdekli az, hogy mondjuk hogy milyen a reakció, vagy bármi ilyesmi, hogy... Ez ilyen. Horka, ezt kéne mindenkinek egy kicsit belegondolni, hogy neki hogy esne, amikor szívet, lelket kiteszi, és ezt kapja. Igen, Horka, ez egy ilyen dolog.
Van, aki itt nem érdekel. Fönnkát egyébként engem is baromire érdekel ez a streamer és videózás téma, de rájöttem, hogy munka és család miatt a streamer egyszerűen nem tudom megoldani. Csak kb. Fél évente egyszer, így azzal próbálkozással felhagytam, és technikai feltételeim sem adottak, így marad a videózás, amit baromire élvezek, ha van rá időm, nagyon örülök, hogy kipróbáltam. Ez pedig amúgy én is nektek köszönhetem, minden videó, amit készítek, az nektek is a sikeretek. A szarok csak az enyémek. Oh, köszi szépen, Verugát, királyság. De ez baj, Pisti, hogy mindig legyen mit nézni, fel vagyok iratkozva rátok, mert szinte egész nap streameltek, de fel vagyok iratkozva amerikai streamerekre is, mert ők magyar idő szerint egész éjjel streamelnek. Mindig van tartalom, csak meg kell találni. De ez baj, ez így igaz? Ez így igaz. Ja. Magyarok közül is vannak olyanok, akik csak éjszaka streamelnek. Köszi szépen egyébként a sok példát, haver. Nagyon jó, srácok, mert látom, olvasok egy jó dolgokat. Zsomel, lehet igényes tartalmat sem Magyarországon is, de sok az olyan tartalom is, amit valaki lemagyarít. Vagyis van egy külföldi, itthon kevésbé ismert csatorna, amit XY néz és kitalálja, megcsinálja ugyanezt nálunk. Ez is egyfajta tartalomgyártás, de az én véleményem az, hogy akkor lesz jó valami, ha egyedi, és nem található, mi? Nem található belőle még egy pont, mint amit ti is csináltok. Zsomel, ebben részben igazad van, annyiban szeretnék egy nagyon picit rácáfolni ezzel kapcsolatban, hogy és nem is átszáfolni, csak kiegészíteni, amit mondasz. Tök igazad van. Az, amikor valaki lemásol egy külföldi csatornát, majd elmondja, hogy az a saját ötlete volt, az egy pöcsék. De igazából ez a dolog nem fordul elő, akkor, hogyha a lényeg, amit csinálsz, a lényege annak, amit csinálsz, nem az, ami éppen a videó, vagy éppen a stream. Én hiszek abba, hogy mindenki a saját személyiségével teszi egyedivé azt, amit csinál. Ha ezt nem tudja megtenni, akkor van a gond. De amúgy teljesen egyetértek veled, Zsomen. De most érted? Videójátékokkal játszunk. Ezt jó sokan csinálják az interneten. Hát ez biztos. De mégis másabb egy picit, amit mi csinálunk, mert mi csináljuk. És ti azt kedvelitek, ahogyan mi csináljuk. Az a baj, amikor eljutsz odáig, Zsomen, hogy te észreveszed azt, hogy ez egy kopi csatorna, mert nem szól másról, mint arról, hogy ugyanazt csinálja, mint a másik ember. De a személyisége hiányzik mögüle. Crazy Enemy. Ja, csak az a különbség, hogy Lou egy rohadtul szórakoztató ember, és egy kibaszott egyéniség. És hogy olyan stílusa van, ami nem hasonlít semmihez. Crazy Enemy. Ez a különbség ugye a kettő között, amit nem sikerült így átvenni. Vagy ha sikerült, és akkor ugyanaz. Ja. Mirdin, akkor most mondjak valami rosszat, Pisti, látom, hogy van egy őszhajszál. Tudom! Basz meg, Mirdin! Kurva élet! Viccet félretéve sokan azért írnak ilyen negatív kommentet, mert neki is rossz, és le akar húzni az őszintjére, azt akar, hogy másnak is rossz legyen. Mirdin, ez a legtöbb esetben így van egyébként. Egyébként pontosan, ja. Zsomer, tudom, hogy nem csak gamer csatornára gondolsz, én csak ezt egy példaképpen mondtam. Igen, Crazy Enemy, igen. Igen. Na mindegy, mindenki az egyéniségével teszi sajátjával a csatornát. Ha nem sikerül megnyerni a közönséget az egyéniségével, vagy nem az egyénisége a lényege annak, amit gyárt. Most értitek? Miért nem VR headsetekről beszélünk egész nap? Mert nem erről szól a csatorna, hanem rólunk szól, és arról, amit mi szeretünk csinálni. Ja. Ez van. Ha az lenne a helyes út, amit ők csinálnak, akkor a VR-nak csak a VR-ról kellene szólnia. Egyéniséget hol lehet venni? Lehet amúgy. Na jó, nem, ezt nem, ebben nem tudok belemenni, most ne haragudj. Bly Place, ez nagyon jó téma, most srácok, végtelen pozitív ember vagyok, a nézőim 99%-os hasonlóan ilyen pozitív, de az 1%-ig odajön és negatív, beír valami rosszat, az az én kedvem is beborítja, vagy megborítja, mert beladom szívem, lelkem, aztán rosszul esik. Fel lehet dolgozni, de kell hozzá kitartás, az biztos. Bly, kell. Jó, kell. És kívánunk neked is egyébként kitartást hozzá, mert ez szar dolog. Igazából egyszer-kétszer érted. Lefosom. Én vagyok itt, tudod, ez a szóljál be, kis köcsög. Ha éppen jó kedved van, jó paszban vagy, akkor azt mondom neki, hogy pattanj tovább, faszapúr, nem érdekel, mit mondasz. De a pontot vagy azon a pontodon, amikor nem kellene valaki beszóljon, és beszólnak.
Az a legrosszabb. Tudod, ez az a feeling, amikor... egy szarnap után valaki beszól. Igen, amikor egy szarnap után mész hazafelé, és még az autó is lecsap. Igen. Tudod, ez az a fajta, ez hogy így... Na, te ez a pokol. Igen, és ez a rossz, hogy tudod, és az a baj, hogy ott nem teheted meg bláj, miközben streamelsz, hogy magadra zárod az ajtót, és mindenki kapja be, és sorozatot nézek, és fagyit eszek egész éjszaka. De néznek az emberek. Ott egy kamera, amiben nézel bele, és nem teheted meg azt, hogy beletemetkezel be a szarba, amit éppen okoztak ott a beledben belül, hanem tovább kell csinálnod, amit csinálsz, még két óra hosszán keresztül. Tehát ez a baj, érted? Ez a visszafolytott szar, hogy nem tudod belenyúlni a chatbe, és akkor így bebólintani egyet tudod, és így visszarakni. Mert nincs ilyen. Ez a probléma. A probléma amúgy ebből ered. Tehát gondolkozzatok azon, hogy ha az életben, tegyük fel, próbáljunk a leges, legközelebbi hasonlatot hozni. Munkahely. Van egy pöcskinsz, nem muszáj a főnököd legyen. Van egy pöcs, aki kurvára felbasz, idegesít, zavar téged, beszól neked. Állandóan baszogat azzal, hogy szarul dolgozol, nem tetszik, amit csinálsz, egy pöcs vagy, stb. Hogyan oldod meg ezt a problémát? Ne az agressziót hozzátok fel példára. Hogyan oldod meg a problémát? Hétköznapi élet, szociális interakció. Mit teszünk? Oda megyünk az emberhez, megkérdezzük, hogy mi a gondja, ő elmondja, mi a gondja, te egyet értesz vele, nem értesz vele egyet, megpróbálod vele megbeszélni, vagy sikerül, vagy nem. Onnantól kezdve el tudod könyvelni szépen, hogy ez egy fasz, vagy nem. Foglalkozok azzal, vagy nem, hogy ő kritizál engem. Ez az, amit egy, mint egy streamer nem tudsz megtenni. Ide jön egy gyerek. Most felteszek egy példát, fiam. Bejön egy srác a csetbe, vagy csaj, tök mindegy. Bejön, és azt mondja, Pisti, nem értek veled egyet, minden, amit mondasz, egy fasság, de különösen ezzel nem értek egyet. Odafordulsz a chathez, és mint laikus ember, eltöltesz mondjuk a streamből 15 percet azzal, hogy a chatnek, annak az egy embernek beszélsz, elmagyarázod neki, hogy miért gondolod úgy, stb. Megpróbálod megértetni vele, hogy mi az álláspontod, stb. Halálra untatod ugye a többi nézőret 15 percig, majd rájössz arra, hogy ez a csávó már 8 perce nincs itt. Igazából elhúzott a vérbe. Folytatod a streameret, majd bejön 10 perccel később egy másik ember, aki ugyanezt mondja. És így... Ezek nem... Tehát nincs lehetőséged arra, hogy megbeszéled valakivel, hogy meggyőzd. Mert az csak egy név, és 10 perc múlva lehet, hogy másik két ember lesz itt, akik nem ő, de ugyanazt mondják, és nem tudsz vele foglalkozni, nem tudod megtenni. Tehát ez a baj, ez az, ami nagyon-nagyon-nagyon nehéz ebbe a témakörbe, hogy nem tudod megbeszélni az adott emberrel, hogy mi baja van. Csak az marad benned, hogy valakinek problémája van veled. Kész, és nem tudod, mi az. Nem tudod, mi baja van. Nem tudod eldönteni, hogy csak rossz napja volt, vagy tényleg egy után, mint a szart. Ez a baj. Ez a baj. Hogy a streamelésnél ezt nem tudod megtenni. Pedig ez egy alapvető emberi dolog, hogy oda mész valakihez és megkérdezed tőle, hogy mi baja van veled. De ezt nem tudod megtenni. És ez csak gyűlik így egy zsákba, hogy egy csomó ember van, és úgy kelsz, úgy fekszel, hogy tudod, hogy rengeteg ember van, aki nem kedvel. Rengeteg, hát most érted, hogyha van 100 ember, aki nem kedvel téged, az a való életben az elég szar. Igen. Érted? És úgy kelsz, úgy fekszel, hogy van 100 ember, aki nem kedvel téged, utál téged, és nem tudod, hogy miért. Igen, de megmondom, hogy itt már bejön az a faktor, hogyha ennyi ember van, hogy így már nem is érdekel. Igen, tudom. Tehát így, mert ezzel már nem lehet mit kezdeni. Tehát fizikailag lehetetlen ennyi emberrel foglalkozni, hogy nekik mi a bajuk. Igen, tudom. Csak tudod, nem tud szabadulni attól a gondolattól, hogy valószínűleg mégiscsak lehet valami. Kurva idegesítő dolog abban, amit csinálsz, valami, ami miatt ennyire ellenszenves. Szerintem ezek az emberek direkt csinálják ezt már. Tehát azaz, igen. Direkt élvezik azt, hogy látják rajta, hogy téged az idegesít. Igen, ez így direkt, van. Direkt benne van ez. Ez így van. Ez így van. Csak egy teljesen... Lehet, hogy amúgy nincs is veled semmi baja. Csak direkt azért, hogy felhívja a figyelmét önmagára, ezért csinálja ezt az egészet. Igen, és ha való életben beszélne vele, akkor ez egyértelmű lenne neked. Ja, akkor igen. De így nem lehetsz hát benne igen. Biztos. És emiatt van azt tudod, hogy van akit, akkor inkább úgy fogalmazok, tudod, alatt felbassz ez a dolog. Ja, persze. Ja, ez igaz. Nézhetnek bármennyire amúgy, srácok,
egy ember ki tud nyírni sok mindenkit. Igen, benned marad a kérdőjel. Egész egyszerűen benned marad. Lehet csak azért, mert éppen szarnapod van, érted? És pont-pont azon a ponton vagy, hogy így... És miért kell beszólni? Faszom. Ja. Tudod, ez a ilyen... Most komolyan idejött is. Beír csak azért. Miért csinál valaki ilyet? Tudod, és ez a... Mész ezen a gondolati síkon, hogy lehet valaki basszus jókedvéből geci. Milyen már az? Meg így tudom, én érted. Ja. És így, tudod, ez így végig folytat. Folytat. Ezt muszáj, Jani. Egyszerűen muszáj. Kár, nem látszik, de muszáj. Na, basszony. Mi az? Ez muszáj. Na, nézzétek meg. Muszáj volt, hogy befostam a rögéstől. Beszarok. Info! Csak egy boldog nóton hagyjuk abba. Info, srácok, és befejezzük, mert megint túlcsúsztunk az időnél. Vagy idővel. Információ. A Fox új Alien játékon dolgozik. Igen. Ezt olvastam én is. És a... Jesus Christ? Igen, folytasd. A Bioshock Infinite-nek a fejlesztői csinálják. Elég jó lesz, valószínűleg. A Dyson beszélni fog... A Last of Us vezető fejlesztője? A Creative Director a Naughty Dognál. Igen. Úgyhogy kíváncsi vagyok, mit fog mondani a Last of Us 2-ről. Érdekes információ. Több mint valószínű, hogy készül az új Fable játék. Jesus Christ. Szóval az... Azért... Na mindegy. Engem izgatottá tesz. Szóval ezek csak így hírek. Amik így megletek lebegtetve. Úgyhogy... Ezek jó dolgok. Kíváncsi leszek. Remélem, hogy minden fantasztikusan fog sikerülni, és minél több nagyon-nagyon-nagyon jó. Én is olyan remélem. Játékkal fogunk játszani. Nem új Fallout? Na, bár azon is tudja dolgozni. Egy új jó kis Alien game kell. Igen? Ja, igen! Utolsó. Egyre többet posztol, újra posztolt a Rocksteady. Uh-huh. Ugye a Rocksteady? Szerintem Rocksteady, váltok? Pillanat. Yep. Ezt lájkolom, hadd csúszom be. Igen, a Rocksteady itt lent újra posztolt. Ugye az új gémüknek itt van a unofficial mocap teamje. Ugye ők az Arkham gémek fejlesztői, a Batman Arkham gémek fejlesztői. Jön valami, ami szintén DC Universe-es lesz. Sokan tippelgetnek. Superman game, Batman Arkham Style-ba, Justice League, nem tudjuk, mi történik, de nagyon várjuk. Arkham sorozat, igen, ősember Lajos, úgyhogy rettentő izgatottak vagyunk, nagyon sok minden lesz. Jönnek itt a dolgok. Jönnek dolgok, igen, és mindenki ígérget az E3-ra. Mindenki ígérget. Nagyon kíváncsi leszek. Én tudod, mi leszek a legkíváncsibb az idei E3-on? No. Hogy lesz-e valami Xbox-ra? Már csak Xbox-ra? Nagyon, nem csak Xbox-ra, jön-e valami, mert még... Tehát azt ígérték, hogy még durvább lesz, mint tavaly. Elég sok gémet bejelentettek. Ja. Tavaly? Hát, jó, nagyon sok gémet bejelentettek, ez tény. Nem Xbox exkluzív gémet, hanem sok játékot. A Cuphead-en kívül mondj egyet tavalyról. Most én is gondolkodom, mert nem tudom. Mármint, hogy amiket bejelentett. Ami ő általuk bejelentett game volt, és megjelent, és jó lett. És megjelent? Ja, biztos, hogy... Én most gondolkodom. Annyi indie game volt ott, hát legalább, hogy 30 indie game-et bejelentettek. Tudom. Most, nem tudom. Csak gondolkodom. A Gears of War. Nem, az nem. Az tavaly előtt volt. Az tavaly előtt volt, igen. Sea of Thieves az idén lesz, nem 2017-ben? Minecraft 8K? Minecraft 8K, igen. 4K, igen. Az biztos. Kinect Dance 5. Illyáról is hallani? Igen, tudom, most mondtam az előbb. Forza 7. Forza. True. Super Lucky Steel. Jó, hagyjál már. A Forza. Volt egy csomó játék. A Forza. A Forza, yes. A Forza. A PUBG. A PUBG is megjelent Xbox, ez is igaz. De igen, a Forza az true.
A Forza az true. Oké. Okay. Oké. Okay. Kéne valami. Kéne valami. Hiszem, hogy lesz... Én úgy érzem, hogy már meg... Tehát nem lesz több ilyen Xbox exkluzív játék. Igen, ez valószínűleg megszűnt. Microsoft exkluzív lesz. Ha kérhetek valamit a Microsofttól, és tudom, hogy ez ilyen... ez tök jó. Tök jó. Én, ha kérhetek valamit a Microsofttól, és ezt tudom, hogy ilyen plebs, kérek szépen, én tudom, hogy olyan unalmas, mint a szar, de nem érdekel. Kérek szépen egy Halo-t. PC-re is. Kérek egy új Halo game-et, kérek szépen, legyen a Microsoft egy Halo game, ami megbaszó, és PC-n is van. Ennyi. Ezt kérem Microsofttól karácsonyra. Idénre. Na. Abba a pillanatban lebrői. Legyen, tehát ha már minden jön PC-re, ami Xbox-ra jön, akkor legyen egy új Halo game. Vagy legyen PC-n is Halo game. Please. Meg visszamerőleg az összeset is. Lehessen játszani PC-n. Igen. Yep. Jó. Azt hiszem, hogy a Jani Leszkolt folytatás komment most véget vett a streamnek. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Kettőtől megpróbálom befejezni a Soldier of Fortune nevezett retro game-et. Igen, be is írom az eventről, de az lesz kettőtől. Így van. Aztán meglátjuk, hogy hogy végzünk azzal. Oké? Okay? Így van. Oké. Okay. Köszönjük szépen, remélem tetszett a mai műsor is. Köszi szépen, hogy itt voltatok. Kettőkor találkozunk, és a, tehát a délutáni stream után este lesz PUBG Janiba. Meg ne szállja. Meg ne szállja. Jesus Christ. Bizony. Jesus Christ. Na, erre kíváncsi leszek. Erre kíváncsi leszek, bazzeg. Azt a bizonyos kurva élet. Az intro-outro rendezetlenségért ismételten elnézést kérünk, de hát ez van. Na, szevasztok, srácok, nincs már sok hátra a hírből. Közben Csipke Rózsikának és Demon for the Hell-nek Damon Ford, the Hell-nek köszönjük szépen az 5 hónapot mind a kettőjüknek. És Marsha Smith, amen, kösz szépen a csírt. Az biztos, hogy sok feszkót volt. Na, szevasztok, srácok. Szevasztok.